Ma Magyarországnak egy olyan kormánya van, amiben nincsen egészségügyminiszter, nincsen oktatási miniszter, nincsen környezetvédelmi miniszter, de van viszont propaganda miniszter. Ebből is látszik, hogy ennek a hatalomnak nem a kormányzás, hanem az uralkodás a célja. És mivel a valós problémákkal nem tudnak foglalkozni, ezért a hazugságaikkal etetik a közvéleményt. Több pénzt költenek az állami propaganda tévékre és rádiókra és az állami hirdetésekre, mint például a teljes magyar felsőoktatásra. Ha mi jövünk, a kormány egyetlen egy félért sem fog költeni állami propagandára. A közmédia valóban a közérdekét fogja szolgálni, ahol hazugságok és álhírek helyett a valóságról lehet majd képet alkotni, és újra lesz népszabadság.